Sziasztok! 2019. április 7-e van, vasárnap. Pontosan egy évvel ezelőtt, 2018. április 7-én, csak akkor ez szombat volt, nyílt meg Budapesten, a Dunatavaszban, a Népfürd utca 22-ben a DJI IRS, azaz hivatalos márkakereskedő volt, aminek kapcsán akkor volt egy rendezvény, ami számomra is igen emlékezetes volt, hiszen elmentem venni egy tellót, amit kinéztem magamnak. Ezzel kapcsolatban ott kaptam egy sorsjegyet, amivel nyertem egy DJI Mavic Pro Flymore Combo készletet. És most egy évvel később volt egy születésnapi rendezvény, amire hát nem azért látogattam el, hogy videót készítsek róla, vagy bármi, ez úgy menet közben jött ez az ötlet, hogy hát fölveszek egy-két dolgot, ha már ott vagyok. Nem is vittem magamnal semmi más, csak a telefonomat, úgyhogy a telefonnal van felelő az egész. Úgyhogy lesz szó arról, hogy bemutatták a Tello Iron Man Edition-t. Azt nem vettem föl, mert akkor éppen nem voltam ott, hogy együttműködnek egy bizonyos bankkal, és így ezen a héten 0 forint előleggel részletre teljes áron elvihetők a termékek 13-áig, valamint volt egy-két ROM bemutató, a Ronin S bemutató, amit András csinált ott a helyszínen. Nézzétek! Ezzel fogok most repülni. Egy az egy piciket menjünk hátrébb. Vagy egy ilyen jó két métert azért hagyjunk. Ja, jó. Csak kívánok néhány dolgot még én is. Egyébként nyugodtan mondhatod, hogy mit állítasz be, direkt ugye ez is a biztonságos repüléshez tartozik. Jó. Homepointtal. Igen. Itt most így kivetítő hülyen elég nehéz. Ugye fogalmam sincs, hogy ez a gép utoljára hol repült. Mert azért repülünk beltérben kültéren is. Azért első körben azt szoktam mindig megnézni, hogy mi van beállítva RC szignál osztra, tehát hogy elvesztés van, hogy ne landing és hover legyen, mert egy kültéren az elég problémás, főleg víz felett, hanem hogy RTH legyen beállítva, tehát return to home, és ezt megnéztem, itt van mögöttem, az látja, hogy az van beállítva, de és az teljesen jó. Illetve, hogy a szenzorok be vannak kapcsolva, be vannak kapcsolva. És még meg szoktam nézni az akkumulátort is. Az akkumulátoroknál lényeges cellafeszültség különbséget látunk, tehát ez nem századra, de 1-2 század eltérés az lehet. Hogyha a cellafeszültségek között ilyen 1-2 század eltérés van, az még azt mondom, hogy belefér a tűrésbe, tized eltérés már nem illik, hogy legyen, akkor érdemes cserélni az akkumulátort, vagy hogyha garanciás, akkor garanciába visszaküldeni. Jó. Valakit érdeklődött, hogy milyen fényereje van. Lényegében most fúra föl van húzva a fényerő. Uh-huh. És ilyen. Betekintési szög sem rossz szerintem. Oké, oldalról az egy kicsikét már más. De szemből szerintem nagyon korrekt. Jó, picit fura lehet, hogy lefele vannak ugye az antennák. Nyilván, hogyha az fontos tudni, hogyha ugye az antenna úgy sugároz, így körbe. Tehát most előre sugároz. Uh-huh. Tehát, hogyha a gép fölöttem van, fejem fölött, akkor az antennát az érdemes fölfele tartani. Uh-huh. Hogyha nagyon elmentem távolságra, akkor pedig abba az irányba. Nyilván egy ilyen kis területen ez kevésbé releváns, de igen. Uh-huh. Jó, most föl fogok vele szállni, csinálok rólatok egy-két fotót, ez senkinek nem okoz problémát, ugye?
Jó. Jó, 14-13 műholdam van, az teljesen jó. Most ez a pittyegés, amit hallotok, az azt jelenti, hogy akadályt érzékel. Hát ha tolatnék hátra, akkor nem jön ugye nekünk. És az ki van kapcsolva, hogy kerüljön ki, mert itt azért eléggé bajba lenne. De nagyon szépen tartja a pozícióját. Szoktam ezt így mutogatni, ez ilyen látványos szokott lenni, hogy nem nyúlok a tápoz. Kicsit megmozgatom a képet. És ugyanúgy ott maradt, tehát nagyon nehezen lehet eltéríteni. Elég agilis. Csinálunk rólunk egy fotót, mindenki mosolyogjon. Ilyen távolság úgy csinálszik? Videót is megcsinálok. Az is tudom. A Start Controlján van például a HDMI kimenet, ami különböző live-os, illetve ugye ki tudjuk venni belőle a videó jelet, és mondjuk egy közvetítőkocsiba, vagy bármilyen eszközre ki tudjuk vele ugye így tenni, mondjuk egy projektorra, stb. Ugye elég halk ugye a, maga az eszköz, illetve a drón. Nagyon szép képe van. Jó, hogy körbe viszem, mint a boxmeccseken a táblát. Ilyen szép képe van. Dobtad, úgyhogy egy sikor itt tekeredett le. De csináltunk, de nézzük, hogy mit tudsz. Csak jöttünk. És akkor... Én nem itt szoktam tartani a távot, de kb. Ennyi volt egy snitt, és akkor itt is vagyunk. Tehát iszonyatosan stabil, abszolút nem akadozik. És már ott vagyunk a Margit-sziget szélénél. De van légterünk, úgyhogy teljesen szabályos. Milyen magasan vagyunk? Hoppá. Hátul van egy gomba, amit megnyomtam véletlenül. Akkor nem kell pánikba esni, mert vissza lehet hívni. Nem, az a distance. A távolság. Háj, az 67 méter. Milyen a zoom? Tessék például, most itt vagyunk alapból, és ott van ugye a Margit-szigetnek a tornya. Most 1080p 30 fps-ben vagyok. Nem fog megállni 46-nál, hanem megy tovább, 96 milli. Ugye szerintem korrekt. De mondom, ez csak ebben a felvontásban, meg ilyen fps-sel megy. Jó, és itt most látszik ugye, hogy itt a akadály elkerülő szenzornál megy a fönti, az első és a hátsó, és az oldalsó nem. Csak akkor menne, hogyha átkapcsolnám tripodba. Bocsi, még egy zoomot tudnál mutatni? Jó, válaszunk valami mást. Azt a... Magunkat. Magunkat? Jó. Jó.
látni, hogy pont fa van, nem baj. Az ott lehet látni az öt embereket. Mifelé jönnész? Itt fele nem megyek. Az így. De berepülj, nem berepülj. Nem a láb fölé? Jó. Itt most megrázz az autókra. Gyorsabban. Ez a max így. Amúgy ott van fönt arrafele valahol. Nagyjából. Ami ott mögötted van. Igen? Ne, az nem az én vagyok, az nem én vagyok. De mi ott van fent? Várjál. Én ott vagyok, az vagyok én, igen. Amúgy pedig, hogyha tegyük föl, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Sőt. Semmi más nem csak előre tolom. Itt most megállt. És oldal fél ki. Lenni. Elkezdte kikerülni, csak hogyha kiraktad a kezedet, most akkor inkább megállítom. De ugyanezt tolatva is működik. Nem én emelkedek, ő emelkedett. Nem volt rajta a kezem, és most ment volna hátul mögött szépen tovább. Ez a rész nagyon jól működik. Akár egy követést is megnézhetünk. Jó? Várjál, még nem, még csak beállt a magasságba. Itt most nem az a lényeg, hogy futkossál, csak annyit kérlek, hogy itt menjél itt lefele, arrafele, jó? Várjál. Rajtad van, nem nyúlok hozzá. Biztos rajta van az X-en a kezem, de én megmondtam, hogy ne menjen tovább. Jó. Jó, azért vannak ágak. Átjött. Fák között is. Ilyenkor víz volt egy kicsit. Hogy megadok neki mondjuk egy útvonalat, megadok neki egy bizonyos pontokat, hogy hova repüljön, és ezt ő tripod módban 1 méter per szekundumban nagyon lassan végigrepüli, és folyamatosan ugye ilyen intervallokkal csinál fotókat, meg tudom neki mondani, hogy 2-3 másodpercenként csinálja a fotót, és azt utána ő ugye össze fogja majd szépen rakni magának, csinál belőle egy ilyen gyorsított videót. De erre is képes. Mondjuk egy túl lassú lenne fél óra, tehát most ne várjuk meg, de nagyon jó videókat lehet ilyeneket is csinálni. Jó, mivel extra kérdés nincsen, én akkor leszárok ezzel, és a föltenek akkor a nagyja, jó? Onnan olyan túl sokat nem fog tudni mutatni, föl fog szállni, jó nagy hangja lesz, jó nagy teleszkóp kamar, de nincs ez a kamera, de ugye ez egy netes kamerás gép, egy nagy Rolin MX-et kellene ráraknunk. A 3 fokkal nagyobb, amiért már csak a tudom. Köszönöm szépen! Egy Rolin MX-es
kézi gimbalt lehet rárakni, és arra lehet rárakni nagy filmes kamerákat. Hát ő akár több mint, kicsit több mint 10 kilót is képes elbírni, tehát egy kis gyereket lazán fölemel. Az enyémed biztos. Gyerek rablók előnnek. Azért lényegesen látványosabb, jó nagy hangja van, de mondom, ő terhek cipelésére van, nagy kamerákat. Rámozzuk az autósokra a frászt. Hát élőképen nem nagyon van. Piros ledek az eleje. Szóval kapcsolgatom, hogy mindig látványos. Fölemelni meg vele látni, mert tornász tud vele. Hát igen, tehát ha nincs lett a kamera, akkor ez olyan, mint egy bobi játékgép. Lehet vele repülni, látszik, hogy jó nagy. De elég mozgékony. Magasabb. Azért van benne erő, tehát egy jobban megnyomom meg, hogy azért ő képes tudok menni. De nincs rajta a kamera, és felesleges repülőzni, szalapattal a kamerának a fölét. Mindent azért jobban látjuk. Egy saját kommunikáció, amit keresztül az igazit levezetek neki. Most megpróbálom lerakni. Köszönöm szépen, így a figyelmet. Ati, ne tűnj a boldog vele! Thank you.
Tyson modellt is bemutatni ezen keresztül, és ki is tudjátok majd szerintem próbálni, ez a lehetőség. Alapesetben itt most két modellt fogunk megnézni, a Ronin S, illetve a Ronin M-en. A Ronin S-ről pár szót még mondani. Tavaly jelent meg, tavaly nyáron az egyik verziója. Ugye az a csomag, amit a legtöbben eddig ismernek, ami ugye már tartalmaz különböző speciális kiegészítőket is. Nemrég viszont megjelent egy olyan kiadása, az Essential Kit, ami egy lényegesen olcsó, mindössze 160 ezer forintba került, tehát egy jó 70-80 ezer forinttal olcsóbb, mint az alapszett, ami eddig volt. Mind a kettő között a különbség, hogy nincsenek hozzá kábelek, tehát amiket alapból adnak hozzá több kábelt, hogy a kamerát összekösd a Ronin-essel, az nincs hozzá, az külön megvásárolható. A talpa, a tripodja, az nem fényből van, mint ahogy most látjuk, hanem műanyagból van. Viszont én fogtam a kezembe tök jó minőségű műanyag, mindjárt össze lesz rakva egy másik Ronin-es, egy másik kamerával, azonban ezt meg tudjátok nézni. Illetve ami hiányzik róla, a fókusz tárcsa. Ez nem jár hozzá, de ez is külön beszerezhető. Tehát ennyi mindössze a különbség, viszont jelentősen olcsó. Tehát ugyanazt a minőséget kapja meg, aki az olcsóbbat veszi, csak ezekkel a különbségekkel. A másik eszközük egy kicsikét régebbi, ugye a Ronin M, ő egy kétkezes stabilizátor. Gyakorlatilag nagyon sok funkciója van, nagyon sok módja van, lehet akár mondok így is fogni, és akkor kisebb helyen félsz, ez a briefcase mód. Finom lehet hangolni, telefont rá lehet kötni, azon keresztül nagyon sok beállítást elérsz rajta, mennyire legyen erőteljes mozgása, mennyire legyen smooth, stb. Viszont ő azért ez egy ilyen fogást kér. És aki nem ismeri, H. András Burákomat bemutatnám, aki gyakorlatilag nagyon sok DJI eszközt is használ, és köztük napi szinten Ronin S felhasználó is. És ha jól tudom, te Sonyval is forgasz. Így van. Úgyhogy még a Sonykat is nagyon jól ismeri. Úgyhogy ő mondan egy-két gyakorlat tapasztalatot a Ronin S-ről, hogy nála ez hogyan nyilvánul meg, hogyan használ. Én régen iPhone-nal kezdtem a videózást, aztán egy év után rájöttem, hogy akkor kéne valami normálisabb minőség, meg 4K-ba forgatni lassan, tehát nyilván efelé megyünk. Meg hát a filmes világhoz azért nem árt egy jó kamera. És hát a Sonynak elég jó a image stabilizátora, nem olyan jó, mint a Panasonicnak, most nem tudja ide. De tényleg elég jól használható, viszont például egy Ronin nélkül azért a felvételek azok elég ilyenek, és nem is lehet utólag kistabilizálni rendesen a Final Cut-ban. Úgyhogy amint megjelent a Ronin S, egyből mondta, hogy kell. Hát így megláttam, ha megnézitek az autós videókat, például az autókra a külső felvételeket, ugye a kézből, tehát hogyha csak a kamerát fogom, itt van a kamera, tehát lehet így állvánnyal szerencsétlenkedni, meg így kézből mozgatni, mindegyik ugrálni fog, akadozni fog, az állvánnyal is ilyen ricegős mozgás lesz, tehát nagyon profinak kell lenni ahhoz, hogy mondjuk egy állványjal egy szép shrinket meg tudja csinálni, és ami még az állványjal probléma, hogyha leteszed a fülre, akkor így fog állni a kamera, átteszed egy másik helyre, úgy fog állni ezzel, mindig vízszintben áll, tehát nem kell a vízszinten foglalkozni, és mondjuk, hogy ti vagytok az autó, és ennyinek csinálni egy shrinket. Nyilván nekem be van állítva, hogy lehet állítani a memóriákat, és lehet lassabbra is programozni, vagy akár gyorsabbra, és itt szépen még shrinkelem az autót, és akkor vagy közelebb jobb időt teszem, hogy leteszem ide a földre, és akkor megcsinálja a földes lenkerést. És ez a Ronin kb. Egy órát spórol nekem egy-egy forgatáson. Úgyhogy egy forgatás az általában olyan 4 és 8 óra között van, lemegy a nap. Tehát ha egy órát lehet spórolni, akkor már visszahozza az árat a Ronin. Ezen kívül, amire még nagyon jó, hogy lehet lehet gyalogolni. Például az Audi-s videóban volt, hogy így szépen mentelődtem az operatőröm, én meg így mentem a kamera mögött, tehát a kamera előtt, és totálisan jó felvételet, tehát azt már így elképzeltem a netről, hogy akarok egy ilyet, hogy sétálok bele a kamerába, és ezzel ezt meg lehet csinálni. Kézben tartva, állványolt nem lehet. És hát ugye látjátok, hogy ez a tudsz, ez egy mennyibe kerül. 330-328 ezer. És az új a 160, az tehát pont a feléből meg lehet csinálni ugyanazt. Ez most nektek nem olyan jó hír, de... Van
annyi azért ő mellette is szóljon, hiába régebbi, viszont itt több lehetőség van esetlegesen különböző kiegészítőknek a felfogatására, külső monitor, fények, mikrofon, tehát itt azért több felfogatási lehetőség van, erre is lehet utólag építkezni, van olyan kiegészítő, amit közben lehet ittatni és ezeket rá tudjátok rakni, de például ő nehezebb kamerákat is állt egy kicsivel, tehát ő rá nagyobb dimenziójú kamerákat is rá lehet rakni méretben, illetve súlyban is nehezebb kamerákat elbír egy kicsit. De azt gondolom, hogy ez a, aki ilyet vesz, az pontosan tudja, hogy ilyet vesz. Én nekem is nagyon kell bemutatni, viszont ti, hogyha akartok komolyabb videókat csinálni, tehát mondjuk az iPhone-on túllépni, és mondjuk egy normál Sony kamerával, vagy persze lehet Canon is, vagy Panasonic, vagy bármi, akartok gyönyörű szép felvételeket, akkor a Ronin is erre tökéletesen alkalmas. És egyébként erre is lehet tenni monitorokat, nekem itt van egy Smorik-től lehet vásárolni a kiegészítők, és a monitort rá lehet tenni, mikroportot rá lehet tenni, puska mikrofont rá lehet tenni, csak ide köré. És tök egyszerű. A Focus Puller az még nem működik Sonyval, de továbbra se. Tudom, hogy jött update, de nem működik. De valamelyikkel már működik? Nem. Tehát, hogy sajnos nem. Nincs kép a Sonyt. Ezt mondom Sonysoknak is. Hogyha esetleg nem tudnátok, akkor és hogyha akarom a Focus Puller-t használni, akkor nincs. De lehet, hogy állítólag meg fogják oldani, és akkor a következő Sony update-el már fog menni a Focus Puller is. Első szóval láttam valamelyik Sony-val, hozták be hozzánk így tesztelni, és tudtam rajta Focus húzni. Csak a külső monitorral nem működik elméletek. Hát igen, a külső nincs. A külső monitor, igen? Külső bocsánat, külső nekem nem volt külső monitor rajta, én csak azon néztem. Hát csak igen, csak jó, igen. Más, jó. Öreg vagyok, mint az ország, úgy hosszú szellem. Jó, külső monitor a tény? Igen, van nem. És hogyha be van mondva, mindegy, szóval az a lényeg, hogy majd kell még egy Sonyhoz egy update, és akkor működni fog, azt nem is értem, hogy itt mutatok még valamit közben. Aztán egyébként még amire jó a Ronin, itt a hármas mód. Bocsánat. Ez is kiterjed még a fókuszhoz, ahol esetlegesen nem olyan eszköz van rajta, ami így lekezeli, van külső mechanikus megoldás is, tehát ezt is rá tudjuk szerelni, és így is tudunk fókuszhozni. Tehát van rá azért opció. Megérhet is. Lehet vele érdekes. Ez lesz az új dropshot, tehát a forró kamera, de egyébként tényleg meg lehet csinálni olyan dolgokat, amit itt más. Ez lesz a szintet meg lehet csinálni? Az annak, hogy problémát meg igen. De tényleg jó tudsz. Kell hozzá egy kis izomerő egyébként. Köszönöm. Szóval nem állt gyúrni rá, mert hogy ez sajnos lehetne könnyebb, nem a legkönnyebb. Én sokszor például voltam kint kiállításon, és ezt mindig levettem, mert hogy annyira is könnyebb volt. Illetve hát az objektívvel lehet spórolni sokat, most például ez a 85-ös, ez fél kiló gépen, és hogyha fölteszünk egy kitopítat, spórolunk hát 40 dekát kb. Tehát nagyjából ezt tudja, meg egyébként pedig tömegbe is lehet használni, hogy miért akarok csinálni szépen. Lehet vele forogni, lehet lokkolni a kamerát, tehát most láthatok lelokkoltam, és mindig egy irányba fog nézni. Amint elengedem, akkor jön szépen velem, kézzel is tudom forgatni. Iszonyatosan rohadtul szerkezel az egész. És ez a típusan csak működik. Tehát egy egyszer beállítjuk, utána már ezt egy fejből tudom, hogy hova kell tenni a kamerát, és egyszerűen csak működik. Aksik a focitásával? Hát, sosem megülnek. De tényleg, én az egyébként jó, persze nem használom olyan sokat, de utoljára. Decemberben töltöttem Tájföldön. Hát kell, és még mindig. És szoktam vele csinálni egy kicsit, csak nem nagyon sokat használom. Nekünk hétfőn 6 órát forgattunk, és két Sony kamerával, az egyik el volt téve a Roninra, és azt mindig csak így letettük a földön, amikor nem használtuk, és a kamerát kikapcsoltuk, a Ronint azt nem, és három ilyen pucukára indultunk, és így egyet sikerült elfogyasztani, úgyhogy egész nap be volt kapcsol, és így tartotta stabilan a kamerát. Hihetetlen. Egyébként ez fele ekkora aksival is elég lenne. Tehát, hogy lehetne fele ekkora aksival menni. Lehet, hogy kicsit könnyebb lenne, de igen. És sokáig bírja én is így. Mondjuk király lenne, hogy tudnánk kamerázni a Sonyt. Hát igen, az elég király. Hát Sonyt tudnánk törteni a... Ide beledugnék egy kábel, ide, és akkor van az USB-C-be, és így tölteni, akkor ugye kivehetnénk az aksi, annyi sunscreen volna. Mert nem ilyen sem van, úgy, hogy meg lehet oldani, csak sok egyszerű lenne, hogy ezt meg lehet helyzetni. Hát igen, hát itt az USB. Nem azt mondom, hogy nem, hogy ne egy nem ilyen sem van, hanem egy simán. Ez egy magasabb,
Hívom a technikusunkat, aki ezt lehet, hogy még pontosabban meg tudja mondani. Van valami kérdés esetleg? Attila? Megyetek! Tényleg. És ha megyek arra, hogy játok tényleg egy perc alatt, hogy lehet stabilizálni az egészet, vagy hát igen, és be lehet nyomni például a kocsiban. Ez amit nem tudsz megcsinálni, csak ilyen sinekkel, ez azt mondja, hogy most összerakni, darabos a mozgás, amit ott van, az ilyen... Igen, az ott van 12 amper, 12 volt, úgyhogy ez elég neki. Akkor lehet neki. És akkor ide beledugok, hogy van USB-C kábel, erről csak az a biztos. Tehát egyik fele ilyen, más USB-C. Gyárilag nincs el hozzá, de szerintem létezik ilyen kábel. Utána beszerezhető, de ez egy nagyon jó dolog. Szerzünk ilyet, leteszteled. Jó, megnézzük. Ja, nyilván van olyan kábel is egyébként, hogy innen lehet indítani a felvételt. Az hogy hívják ezt a kábelt valami... Most ahogy nézem, nincs felprogramozva, ezt a forgóban, itt a hármas, lehet sportmódot csinálni, tehát a gyomba tartjuk az M gombot, akkor így rángatottam össze-vissza. És akkor majd így lekövethetek egy ilyen forvágyes autót is, vagy motor, mert egyébként ugye ez így jön neki. Így jut el a fordulnak. Embert így nyomom. De tényleg mindent tud, nem lehet belekötni, valami jót tetsz. Próbáltam belekötni, de... Nem sikerült úgy, hogy maga is felestettem egyet. Szerintem mindent elmondtam. Kérdések valakinek? Azt már kérdeztem, hogy kérdezett. Hátha. Vegyetek, tényleg. Ha akartok szép videókat, főleg egyébként, hát én még ugye a drágát sikerült beszereznem, tökő, hogy kijött az olcsó verzió, mert szerintem hobby szintre az bőven. Tehát 160 ezer forintért. Nagyon jó ár. Az nagyon jó ár, hát az Osmo az mennyire kezdve 80 volt, amikor megjelent. A régi, az első. És ez egy iPhone tartó, ilyen kis, hát ehhez képest, hogy ilyen... Mármint a mobile gondolsz. Igen. Bocsánat, az ilyen 100 körül volt. Igen, vagy mondjuk itt van ez. És 160 ezer, igen, 180-tól függ még. És erre meg bármilyen kamerát rá tudtok tenni. Erre nem. De mekkora méretű lehet kamerát? 5 kg. Nem bírod meg. Mondjuk rá vicc van. Ott van, szóval az nem egyes szállt, és még egy pici. Hát nekem volt már úgy, nem tudom mutatni, hogy milyen setup. Hogy az izé puska mikrofont is eltettünk, a kábelek bele vannak lógatva, a 24-105-ös objektív, tehát ez egy elég nehéz hobby. 72-100-tel is működik, amúgy én próbáltam. Tehát így, ez a setup. Úgyhogy hát nehéz tartani, lehet rápakolni minden. Én alapvetően a 24-105 szívesen kicserélem egy kitobira, csak a minőség miatt marad a 24-105, már mondom az 40 dekával könnyebben. De egyébként mondjuk szerintem ez pedig egy ultimate tudsz, hogy mondjuk egy 6400-at rápattintani, egy 24-70-nál is minden megtudni. Jó esetben ez volt ez. Ja, raknak azt a setupot egy Kinefinity kamerát volna kihozni, egy filmes kamera, amit erre most felszerelnek. Olyan jellegű kamerát azért ritkában lát az ember, és azt is mindjárt megmutatjuk. És még be, amit én nagyon szeretek benne, az az egy korai. Amúgy a képminősége az brutális, a márka még annyira nem ismert. Mennyi? A 20 és 30 közötti kamerákra vetekszik, de ez mindennel felépít együtt az összkörnyéket.
nyilván objektív nélkül. Ami még nagyon különleges benne, hogy cserélhető az objektív bajonettje, tehát PL mount, LPL mount, IF mount, bár jöhet rá. Most egy IF mount van rajta, hogy most Canon objektívekkel lehessen használni. Ez most minden egyből egy negyed óra múlva egy forgatásra megy. Mókás. Én amit szeretek benne még egyszer, az egy pici. És amúgy a képminőség, amit kicsikar magával, az brutális. A bőrtónusokat nagyon szépen kezeli, eszméletlenül jól fényelhető képe van. És a full frame szenzor, vagy bocsánat, a full frame szenzor az egy hihetetlen nagy előnyt ad a többihez képest. Tehát például amíg a Redek nagy részében, vagy Alexában Super 35-ös szenzoron, ez azzal ellentétben full frame. Hány kiló ez a kamera? Milyen nehéz? Ez így most 980 gram. A test, nem? Csak maga. Csak a body, csak így a test. Hogyha már teszünk rá egy foglalatot, meg teszünk bele egy SSD-t, akkor ez 1,2 környék. Tehát az hihetetlen kicsi. A Matrix 600 a leggyengébb DSLR gimbalal úgy repül vele, mint a buza. Meg ez nincsen hozzá, de ezt nem használom, tehát hogy hangokat összedolgozunk általában, meg ezt utólag is meg lehet venni. Szóval simán jó, de csak úgy felszínűleg. Arra gondolsz a... Látjuk, hogy egy ilyen folyamat ábrán, hogy hány százalék, illetve mennyi akkumulátor kapacitáson van még. Látni a magasságot, látni a sebességet, és itt egy magasságot is egy ilyen folyamat ábrán fogja nekünk mutatni. Ugye magában a leírásában és a YouTube videók alapján ilyen VR kompatibilis eszköz, tehát az azt jelenti, hogy én legalábbis úgy képzeltem el, hogy ha repülünk, akkor itt látunk különböző érdekes dolgokat, mint a ilyen virtuál reality, tehát ilyen virtuális valóság képen. Az őszintén megmondom, én még nem találtam meg benne ezt a funkciót. Lehet, hogy csak egy frissítés után fog ez előkerülni belőle. Nem tudom. Amit én találtam benne, az egy ilyen training mission-ök, amik nincsenek a másikban. Viszont ez ilyen roppant egyszerű missziók, hogy menj, szállj föl, menj előre, 2 méter szállj le, és akkor komplét, mehetsz a következőre. Ez az egészet, ezt én azt mondom, én megcsináltam egy 3-4 perc alatt, és kerestem a kihívást, de még nem nagyon találtam benne mást. Úgyhogy lehet, hogy ez majd csak egy szoftver frissítés után jön elő. A legérdekesebbet ezt a missile evasion, vagy micsoda, ezt megnézzük, itt ilyen bogarak fognak jönni, és ki kell majd kerülnöm ezzel. Ami azt jelenti, hogy majd bukfencezni fogok egyet. Jó? Itt most mindjárt felszállunk. A fogásra ugyanaz amúgy. Ide beleszek ide az árnak. Irányításra ugyanolyan, mint a... Mint a sivatálló. Ugyan visszáll, tehát nem fog sodródni, nagyon szép. Bár az aksim az 50% alatt van, úgyhogy egy gyors technikai szünet és cserélünk aksit. De itt például tök jól mutatja, hogy 2 méter, 2,2 és megy szépen föl ez a kis folyamatávra. 2,7 és tényleg kb. Annyi.
minden zárnak kezelésük van szépen leáll. Még látványos. Gyors. Szóval tök látványosan indul el, hogy bejön, mennek a fények. Na, megnézzük akkor ezt a missziót. Próbálom így mutatni, hogy mindenki lássa. Megnézzük a legegyszerűbbet. Megmutatja, hogy mit kell csinálnom. Szállj föl, menjek előre. Utána. Take off. Próbálok úgy. Bocsánat, csak így. Felszáll. Elmondja, mit csinálja. Igen, hogy a joystickot használjam. Itt mutatja, hogy ott vagyok én, és ott van az E betű, és repüljek oda. Valamilyen szinten VR már, lehet azt mondani. Nem tudom, hogy magasság az kellett. Kicsit megyek előrébb. Great job. Oké, oda repültem. És jöjjek vissza. És akkor most landoljak. És landol. És meg fog dicsérni. Én egy picit bonyolultabbakat szerettem volna, mondjuk nem tudom a legbonyolultabbat. Támadják a drónt, mindenféle rakétákkal. És akkor... Ezt kell majd csinálnom, amikor ezek a rakéták jönnek. Nem kell félni, valóságban ezek nem lesznek itt. Igen, most föl kéne szállnom. Középre jövök. És hogyha jön, nem mindegy, hogy milyen irányba ugrok el. Oké. Okay. Jön, és akkor itt nekem kell nyomnom egy... Nagyon jó, kikerültem. Itt van az a űrhajó vagy bogár, nem tudom. És oldalra jön, akkor nekem előre kell ugranom. Átugortam. Nagyon jó. És most hátulra jön, akkor nekem oldalra kell. És most a végén direkt el fogom rontani, hogy mi az, amikor engem is elkap ez a... Most direkt nem ugrok el. Úristen! És eltalált. Igen, és akkor landolunk le. És mission failed, kezdhetem előről. Körülbelül 3, ilyen 4-5 ilyen valami megtámad. Én hírta volna azt, hogy completed. Ez úgy lenne vicces, hogyha tényleg általán is mondjuk bemolasztulna a gép. Igen, vagy ilyen... Vagy leszáll a magát. Mondjuk lehet, hogy én értettem félre valamit így a YouTube videóból is, meg így a DJI kommunikációjából, de én ugye azt vártam, felszállok arra. A VR nekem azt jelenti, hogy ezen keresztül látok valami olyan dolgot, amit ő vetít oda. De itt most akármit nézek, itt semmi olyan extra dolgot nem látok. Már csinálj egy fotót. De... Nagyon szépen stabilan megy. Plafonra is felednek akasztani, de... Majdnem tapasztaltam magam 30 méter magasba és 10 szellővel megtök szépen. Nagyon jól tartja. De tök jók a hangok benne, tényleg ilyen Iron Man-es az egész. Jól mutatja a magasságot. Sebességet is nem mutatja, csak nem akarok oda beszállni. Meg hát ugyanazok a funkciók amúgy benne vannak, amik a hagyományos tellóban is, tehát grippek dobása.
Jó, most lehet, hogy magasan voltam, de szerencsére nem. Meg hogy el tudom dobni ugye a kezemből, és akkor utcán föl lemozog, elkezd körözni, még a pontig nem tudjuk bekapcsolni, mert kicsi elkezdjük a helyük hozzá. Például ez a... Most akartam. Igen, de akkor egy helyre körbe forog 360-at. Up away. És túl probléma. Up away, ezt kapcsoltam be. Kiesett az akció. De úgy látod, hogy megkapcsoltam azt, hogy föl le menjen, és elindult hátra. Még lehet, hogy ezek ennek is szólt felfüstölés. De ezt is prezentáltam, hogy milyen jó bírja az ütéseket a gép. Úgyhogy azért nagyon pici helyen vagyunk neki. Rengeteg, mondom, mindenki telefonja, zsebiben van egy wifi-s telefon, úgyhogy most ez azért eléggé problémás szegénynek, de nincsen semmi bajom. Mennyi be kell kapcsolni? De maga kategóriájában ez a 10-11 perc, ez szerintem tök jó repülési idő nekik. Egy olyan kérdés, repülőköztetem 11 percet, kicsire az aksit és folytatom a repülés, ez mennyire kár a sikja motorján? Annyira túlszokat melegedni, hogy sokat áll a földön, és ha a bevak nem kapcsolódik, nagyon meleg lesz ez a nagy, és akkor kikapcsol magával, hogy a biztonsági okok miatt, hogy benne nincsen semmilyen ventilátor.